Michigan felső félszigetén nőttem fel. A családom akkor költözött oda, amikor kb. 6 hónapos lehettem. Eredetileg egy kisvárosban születtem, aminek a neve Montclamence volt. Ez ugyanaz a város, ahol Dean Cain és Clark kalandjaiból született. Michigan egy eléggé érdekes állam. Azok, akik Michiganben születtek, általában itt is maradnak. A nagyobb városokon kívül csak erdők borítják az államot. Volt pár furcsább incidensem, amióta a felső félszigeten lakok. De ez mindegyiket felülmúlja. Egy domb tetején laktunk, úgy 30 percre a legközelebbi várostól. A szomszédaink egy jó 15 kilométerre lehettek. Csendes volt, pár autó haladt el naponta az úton. Emiatt kiépült bennem egyfajta félelem az autóktól, amik feljöttek a dombra. Olyan volt, mintha kilométerekről hallottam volna őket. Úgy értem, tudom, hogy élnek mások is a dombon, de ez akkor sem volt egy út kívülállóknak arra, hogy rövidítsenek. Az utaknak nevük sem volt, csak számok. Amikor idősebb lettem, már nem féltem, és nem is izgultam, amikor hallottam az autókat elhaladni. Nappal felismertem a legtöbb autót, amiket a szomszédaink vezettek. Éjszaka viszont más volt a helyzet. Láttam a lámpákat átjönni a hálószobám ablakán, majd felvilágítani a falakat. Nehéz leírni, de fiatalon úgy éreztem, hogy éjszaka senkinek sem szüksége, hogy azon az úton legyen. Ekkor 13 lehettem, 1996 volt. A családom épp, hogy beszerezte az internetet. Bárki, aki most 30 körül van, érteni fogja, milyen rendkívüli volt ez. Apám ebben az időben valamiért beszerelt egy üvegajtót a gép mögé. Ekkor a gép volt a házunk központja. Ellentétben, mint most, amikor mindenkinek van egy gépe és egy tucat más készüléke. Tehát elhúzni az ajtót és nézni a tájat gépezés közben egész jó volt. Két napig örültem neki, mielőtt az egyik legfurcsább dolog, ami valaha átéltem, megtörtént. Egyik szombaton késő este gépeztem, ahogy általában tettem. Valószínűleg jahócselt szobákban szórakoztam, esetleg misztet játszottam, majd hallottam, nem is először inkább éreztem az alacsony rezgést egy teherautónak, mint lassan ment le az úton. Lement a ház előtt, majd megállt. A régi elfeledett félelem egyből visszajött. Semmi jó sem származhat egy gyanús teherautóból, ami hajnali egykor egy elhagyatott úton megy. Ami ezután következett, beleégett a memóriámba, tisztán emlékszem rá. A teherautó megállt, az anyósülésről kiugrott egy férfi, és elkezdte nyitogatni a sofőr ajtót. Ez túl messze történt ahhoz, hogy lássam, hogy néztek ki, de el tudom mondani, hogy az utas sokkal nagyobb volt, mint a sofőr. Valami kabát mellény volt rajta, farmer nadrág és egy baseball sapka. Kirángatta a sofőrt, majd hozzávágta az autó oldalához. Úgy tűnt, mintha irányokat ordított volna a sofőrnek, majd mutogatta, hogy kinyissa a csomagtartót. Ekkor a sofőr ránézett az utasra, mintha hezitálna. Még én is láttam a távolból. A sofőr félt, majd az utas erőszakosan odaadott neki egy ásót. Ezután rámutatott egy helyre az út mellett, a teherautó mögött. A sofőr elkezdett ásni, ahol az utas parancsolta neki. 3-4 percig áshatott, majd megállt és elkezdett beszélni az utassal. Kis idő múlva az utas kivett valamit a csomagtartóból, valamit, ami hasonlított egy bezárt alvózsákra. Mintha lett benne volna valaki, az utas beledobta a sekély sírba, majd szegényesen eltemették és elhajtották. Kérdezhetnéd, hogy kimentem-e megnézni, mit ástak el. A kérdésed az, amire számítasz. Igen, és ez a legijesztőbb része. Amikor másnap kimentem, a gödör üres volt. Tudom, mit láttam, keréknyomok is voltak, de bármit is dobtak abba a lyukba, már nem volt benne. A gödör másik oldalán lábnyomok voltak, amik egyenesen az erdőbe vezettek. Fogalmam sem volt róla, hogy mi történhetett. Elnyomtam ezt az emléket egy jó időre, csak úgy akartam tenni, mintha nem történt volna meg. Pár közeli barátomon kívül senkinek sem mondtam el. Úgy gondolom, abban a zsákban volt valaki, akiről azt hitték, hogy halott. De arra alapozva, amit láttam, tévedhetek. Mondhatod, hogy csak képzelődtem. Én kiállok a szavam mellett. Ezen a világon vannak dolgok, amiket sosem fogsz tudni megmagyarázni. És ha meg is tudnád, valószínűleg nem érdekelne a válasz.
Ez a történet 7 éve történt. 9-es lehettem középiskolában, és érdekelt a grafika, emiatt hétvégente 4 órát tanultam. A lényeg, hogy aznap nem akartam menni. Az indok az, hogy nagyon unatkoztam. Szóval úgy döntöttem, hogy aznap nem megyek el. De pénzem sem volt, szóval a busz megállóban ültem fél óráig, és a telefonon játszottam. Unatkozva elindultam vissza a házamhoz, reménykedve, hogy apám nem lesz ott. Ekkor eszembe jutott egy ötlet, mi lenne, ha szimplán becsöngetnék. Ezt még ma is használom. Viszont volt egy apró hiba. Jól kellett elbújnom, hogy ne lásson. Lehetetlen futni, majd elbújni, mert a folyosó széles. Szerencsére a lakás a földszinten van, szóval elég volt átugranom. Majd elbújni a fal mögött, ami a folyosó és a parkoló között volt. Szóval megnyomtam a csengőt, semmi válasz. Nem dönthettem azonnal, mivel általában a szobájában aludt hétvégenként. Szóval még 3-szor csengettem. Megnyugodtam, mivel senki sem nyitott ajtót. Biztos voltam benne, hogy senki sem volt otthon. Viszont óvatos voltam, mivel bűnösnek éreztem magam, mikor valami rosszat tettem. Lehet, hogy direkt tesz úgy, mintha nem lenne otthon, mert tudja, hogy én csengetek. Visszamentem, benéztem az erkélyen, még a biztonsági őt is megkérdeztem, de így sem voltam biztos. A végére csak egy mód maradt, felhívni. Szerencsére akkoriban a telefonunk nem jelezte ki a telefonszámokat, szóval elhatároztam, hogy telefonálok. Ahogy raktam le volna a kagylót, miután az 5. csörgésre sem kaptam választ, valaki válaszolt. Annyira meglepődtem, hogy egyből letettem. Viszont még egyszer telefonáltam, mert hideg volt, és benne akartam játszani a gépemen. Megint valaki válaszolt, és most hallottam valaki légzését. Azt hittem, apám az, mert emlékszem, hogy megfázott. Nem maradhattam kint tovább, szóval bementem. Azt az indokot találtam ki, hogy hamarabb végeztem. Viszont senki jelenlétét sem éreztem, mikor bementem. Apa nem vagy itt? Örültem, hogy nem szittak le, de először még ellenőriztem pár dolgot, hogy biztos legyek. Senki nem volt otthon 3 óráig. A boldogságomban, hogy nincs itthon, hirtelen megrémültem. Akkor ki válaszolt a telefonra?